Mikor szólalhat meg újra a Budaörs rádió a frekvenciáján? Mit jelent az, hogy Budaörs építés-fejlesztési, felújítási mintavárossá válik, illetve mit akar a budaörsi klímastratégia? Többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Üdvözlöm, polgármester úr! Az, hogy Skype-on beszélgetünk, az azért jelzi, hogy ugyan állítólag kifelé megyünk a koronavírus járvány harmadik hullámából, de hát még azért a test közeli vagy közelebbi kontaktus az még nem valósulhat meg egy interjú keretében. Hogy áll Budaörsön a védekezés, egyáltalán a pandémia helyzete? Én mindenkit óvatosságra intenék, mert sajnos nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak. Nyilván azért, mert én jóval több emberrel vagyok kapcsolatban, de a közvetlen baráti körökből is, illetve hát a közéletben mozgó emberek körében is nagyon sok olyan információt kaptam, olyan tapasztalatot, ami alátámasztja azt, hogy óvatosnak kell lenni. Azt hiszem, hogy sok személyes veszteségünk is van, és hát a közéletben is nagyon sok olyan veszteséget, hát nem is jó szó ez, könyvelhetünk el, vagy olyan tragédiával találkozhattunk, ami nagyon megrázott bennünket. Egészen elképesztő hír volt az, amikor nemrégiben Petró Tibor polgárvédelmi alezredes járvánnyal kapcsolatos egészen viharos lefolyású betegségéről és haláláról kaptuk a hírt. Ugye napi rendszerességgel próbáltam nyomon követni, hogy mi van Tiborral. Ugye nagyon nehéz, mert látogatni sem nagyon lehet, tehát olyan áttételesen lehetett csak információkat szerezni. 51 éves volt, életerős, fizikailag, mentálisan teljesen rendben lévő emberről beszélünk, aki évtizedeken keresztül dolgozott egyébként a városért, a polgárvédelemért, és aztán végül ugye, mint tűzoltóparancsnok szolgálta a települést. Természetesen ezzel kapcsolatban az önkormányzat hozott is döntést, hoztunk döntést, a saját halottunknak tekintettük, és a temetési költségeket álltuk, de hát mindez semmit sem változtat azon a szomorú tényen, hogy el kellett búcsúznunk tőle, és azt hiszem, hogy ez a példa is mutatja azt, miközben szomorúan kell, hogy, és fontos, hogy megemlékezzünk Tiborról, hogy nem lehet kiszámítani azt, hogy ez a vírus milyen módon működik. Baráti körben szülők megbetegednek, gyereken átmegy a vírus és észre sem veszi. És aztán találkozunk ilyennel is, hogy életerős emberek egyik pillanatról a másikra, ugye olimpiai bajnok, sportolók, szóval nagyon-nagyon kell vigyázni, ezért én úgy gondolom, hogy még mindig nincs annak itt az ideje, hogy nagy közösségekbe menjünk, hogy föladjunk mindent. Én nem tudom, én is nagyon vágyom arra, hogy a normális életbe visszamenjünk, de eszembe nem jutna uszodába menni, vagy olyan helyre menni, ahol fokozottan ki vagyok téve annak, hogy a járvány esetleg bármilyen módon hát a közelünkbe terülhet, vagy megfertőződhetünk. Ugye ráadásul azt is látjuk, hogy azt is olvassuk, hogy az a kétféle mutáns, ami most fölütötte a fejét, az bizonytalan, hogy az oltásokkal kapcsolatban majd hogy reagál rá a társadalom, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan ezt tudom mondani. Természetesen ebben az időszakban, mert ugye a kérdés ez volt, és elnézést, hogy egy kicsit ilyen szomorúbb, vagy talán óvatosabb, vagy figyelemfelhívóbb vizekre elvesztem. Az önkormányzat igyekszik mindent megtenni azért, hogy a családorvosok az oltást minél hatékonyabban tudják végezni, aki igényli ezt, azoktól az adminisztrációs terheket is átvállaljuk, ellátjuk a közintézményeket, védőnőket, fertőtlenítőszerekkel, gumikesztyűkkel. A hivatal munkatársai kiviszik a beleegyező nyilatkozatot olyanoknak, akik esetleg nem tudják ezt letölteni, de van időpontjuk, és nem tudnak máshogy hozzáférni, kinyomtatják, elviszik nekik. A támogató szolgálatok közösen az oltásra történő szállításban is igyekszünk segíteni azoknak, akiknek erre szükségük van. Annak ellenére, hogy polgármester úr óvatos nyitásra biztatja nézőit, a budaörsieket, azért ez az óvatosság jelen van az intézmények működésénél is, tehát nyitottak ugye az óvodák és az iskolák alsó tagozatai, de ennek ellenére a nyílt napokat, a
intézmények megismerését, a beiratkozást még online módon rendezték Budaörsön is. Igen, a beiratkozást is, és azért én azt gondolom, hogy nem árt itt sem az óvatosság, mint ahogy egyébként, ahogy beszámoltam arról, hogy igyekszünk mindenben segíteni, például az óvodában is a dolgozókat hetente szűrjük, korábban két hetente szűrtük, most hetente szűrjük őket egészen addig, ameddig reményeink szerint tényleg az enyhülésnek a jelei, a megbetegedett és a halálesetek tekintetében nem csökkennek olyan szintre, hogy itt is lehessen enyhíteni, és ugye azt is fontos tudni, hogy például az oltóanyag szállításban is igyekszünk segíteni. Egyébként vannak fontos időpontok, amiket jó, hogyha az érintettek tudnak, nevezetesen azt, hogy ugye a beiratkozással kapcsolatban a március 25-éig kell, vagy lehet kérelmezni a 3 éves korukban, hogy kell-e, vagy nem kell menni, vagy ezt a lehetőséget igényelni, hogy ha a 4 éves korig otthon szeretnék a gyereküket tartani a szülők. Egyébként azt tudni kell, mindig kikapok, hogyha ezt mondom, de hát sajnos a tények azok tények, hogy ugye itt nem Budaörs az, aki ebben dönthet, hanem a Pest megyei kormányhivatal, Budakeszi járási hivatal az, ahová a kérelmet be kell nyújtani, és ott hozzák meg az ehhez szükséges döntést, de egyébként szerintem az eljárás tekintetében jelentős változás nincs, csak hát értelmetlen felesleges, hogy is mondjam, külön utakat eredményez ez, illetve hát a hivatalnak, szerintem a Budakeszi hivatalnak sem egyszerűsödik így az élete, de hát ez van, ezzel kell együtt élnünk. Egyébként azt érdekes módon tapasztaltuk, hogy az idei évben kevesebb gyerek jelentkezik óvodába, miközben iskolákban nagyobb a terhelés, jóval. Az óvodákban 356-an jelentkeztek, ez az elmúlt évben 400 fölött volt. És hogy vajon ennek mi lehet az oka? Hát egyfelől kevesebb gyerek születik, másfelől azt mondják, hogy sokan, akik külföldön vannak, ugye nyilván a gyerekeiket nem itt járatják, úgyhogy ez lehet a dolog mögött. Ugyanakkor azt továbbra is látjuk, hogy óvodára hosszú távon majd szüksége lesz a városnak újra. Ezt majd egy másik témánál azért részletesebben ki kell, hogy fejtsük szerintem. Olvasom, hogy a budaörsi intézményekkel kapcsolatban álló Hintalovon Alapítvány online fogadja a gyermekjogi észrevételeket, panaszokat. Hát sokszor ilyen esetekben azonnali és hathatós beavatkozás szükséges. Online el lehet mondani a problémát, de az nem biztos, hogy orvosolja a bajt. Igen, bár ez a pandémia sokféle új lehetőséget nyitott meg, és például ugye a templomtéri Telekuckóban is egy új kezdeményezést indítottunk egy Magyarországon elsőként útjára, és én azt gondolom, hogy annál mindenképpen jobb, mint hogyha nincs hová fordulni. Ugye nem nagyon tudok olyan településekről, ahol ilyen jellegű segítséget nyújt az önkormányzat. A Hintalovon Alapítvány számomra egészen tiszteletre méltó tevékenységet folytat nagyon jó szakemberekkel, és nagyon sokan fordultak hozzájuk, nagyon jó a visszhang az intézményekben is, és hát az érintettek körében is. Szülők is fordultak, de gyerekek is fordultak már szülők nélkül az alapítványhoz, és ez az online lehetőség azért mindenképpen biztosít egyfajta személyességet, úgyhogy és egyre inkább itt ott tartunk, ha az ember leküzdi azt, mint ahogy mi is le tudjuk küzdeni a köztünk lévő távolságot, és hogy ilyen online formában kommunikálunk egymással. Szerintem ez tud működni más területeken is. És érdemes is egyébként ezt átmenteni olyan időszakra, amikor már végre megszabadulunk ettől a, bocsánat, a kifejezésért, a rohadt járványtól, mert hogy leegyszerűsítheti az életünket különböző ügyintézések kapcsán, hogyha viszonylag gyorsan interneten kapcsolatot tudunk teremteni. Persze ehhez a fogadó oldalnak is, mondjuk a különböző intézményeknek, hivataloknak, bankoknak is ki kell alakítaniuk az ehhez szükséges felületeket, meg hát ez személyi állomány hozzájárulását, már tevékeny hozzájárulását is igényli, de én szerintem érdemes élni és érdemes használni, visszatérve a Hintalovon Alapítvány szolgáltatásait, mert hát sokszor tragédiákat előzhet meg.
panaszkodni, vagy akár kívánságot megfogalmazni, ha minden igaz, a jövőben újra lehet a Budaörs rádióban, és azon a frekvencián, amelyet, ha jól tudom, jogerősen visszakap a rádió. Mi a garancia arra, hogy valóban megszólalhat belátható időn belül ez a médium Budaörsön? Ez egy nagyon szomorú történet. Kezdjük az elején. Pár hónappal az utolsó önkormányzati választások előtt nem hosszabbították meg a hosszú-hosszú évek óta, szinte egy évtizede működő és a budaörsiek egy kedvenc rádiócsatornáját, a Budaörs FM 104,8-ot, ami szinte tényleg az életünk részévé vált itt Budaörsön. Abszolút pártatlan rádió volt, sok zenével, sok érdekes információval, beszélgetős műsorokkal és kiegyensúlyozott híradásokkal. De úgy tűnik, hogy Magyarországon a kiegyensúlyozottság is már ellenségesnek számít, tehát hogyha ha nem csak az egyirányú népbutító propaganda műsor megy, akkor az már ellenségnek számít. Egy jogállamban ez nem fordulhat elő, ami ennek a rádiónak a története. Ugye kiírják, elveszik először is a frekvenciát, majd egy hosszú procedúra következik, ami alatt a választások alatt teljesen természetesen néma ez a csatorna. Majd a pályázatra jelentkeznek pályázók, azt hiszem összesen ketten. Természetesen a Budaörs rádió szolgáltatói is beadták a pályázatukat. A másik pályázó formai hibát egyszerűen a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelő anyagot nem nyújtotta be, tehát ezért aztán ki is kellett, ez jogszerű döntés volt, zárni őt a pályázatban, magyarul maradt egyedül a Budaörs rádió. A Budaörs rádiónak a pályázata pedig mindenben megfelelt a pályázati kiírásnak. Mit tett a tiszta fideszesből álló médiahatóság? Egyébként én számos olyan perben voltam a magyar nemzet ellen, ahol az a személy képviselte a magyar nemzetet és az összes kormánypárti propagandát, aki most éppen ennek a médiahatóságnak a vezetője, nyilván nagyon pártatlanul és jogszerűen végzi a munkáját. Egy olyan indoklással nem hozták ki győztesnek a Budaörs rádió működtetőit, és nem adták neki oda a frekvenciát, ami a pályázati kiírásban nem szerepelt. Azt gondolták egyébként, hogy mindent lehet nekik, és azt gondolom, hogy meglepődtek, amikor a Budaörs rádió bírósághoz fordult, és hát a bíróság e tekintetben első fokon, és eddig mindig el szoktunk jutni, a jogállamnak ez a része még idáig szokott működni, hogy első fokon igazságos és jogszerű ítéletek születnek. Az egy kicsit meglep, hogy a kúria is egyértelműen helyben hagyta az elsőfokú döntést, mert egyébként más ügyünkben nyilvánvaló törvénysértések esetében sajnos nem tudtunk döntést elérni. Tehát a mai napig például a teljesen törvénytelen önkormányzati elvonás, ami a saját bevételeinket érinti és szolidaritási hozzájárulásnak csúfolják, azzal kapcsolatban nem született még jogerős ítélet, érdemi és tartalmi módon, ami egy jogállami nonsens. Itt érdekes módon a kúria megállapította azt, hogy az elsőfokú bíróság helyesen járt el, a média tanács pedig megsértette azt az alapelvet, hogy ha kiír egy pályázatot, akkor a pályázat tartalma mentén kell elbírálnia a benyújtott pályázatokat, nem terjeszkedhet ezen túl, nem találhat ki olyan indokokat, ami alapján bárkit kizárhat. Magyarul új eljárásra szólította föl az értékelés kapcsán a média hatóságot, és ez esetben nem nagyon lenne más lehetősége, nem kapkodták el egy tisztességes országban, szerintem egyfelől ideig nem juthatunk el, másfelől már régen a bírósági döntésnek megfelelően a frekvenciát meg kellett volna, hogy kapja a Budaörs rádió. Reményeink szerint előbb-utóbb csak eljutunk ide, bár azért olyan nagyon vérmes illúzióim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy itt a jogállami normák milyen szinten fognak teljesülni. Minden esetre a Budaörs rádiónak már régen szólnia kellene, és reményeink szerint a 104,8 hamarosan újra budaörsieké lesz. Az viszont mindenképpen üdvözlendő, hogy megszületett Budaörs klímastratégiája. Gondolom, hogy Kalovics Márk képviselőtársuk, azt hiszem, hogy e tárgykörben sokat hozzátette ez a stratégiának a létrejöttéhez. És talán a zöldebb környezetet fogja szolgálni majd a
az, hogy zöldövezeti kerékpárút is létesülhet hamarosan, talán Budakeszi felé. Szóval mennyire zöldült be Budaörs így a pandémia alatt? Amikor a 11 milliárdos költségvetésből közel 5 milliárdot elvonnak, akkor az embernek nem vérmes fejlesztési elképzelései vannak. De hát az kétségtelen, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút nyomvonalának egy részének az elkészülte, illetve hát az a lehetőség, hogy Török Bálint is, meg Budakeszi is csatlakozzék ehhez, ezt a lehetőséget megteremti, hogy Budaörs és az említett települések között is kialakuljanak a kerékpárút hálózat elemei. Budakeszi is ezt régóta tervezi, ott volt egy településen belüli vita, amiben nyilván nem fogunk és nem is foglalhatunk állást, azt nekik kell eldönteni, de a múlt héten egyeztettünk polgármester asszonnyal, és én úgy látom, hogy jó eredménnyel zárhattuk ezt az egyeztetést, közösen fogunk az illetékes államtitkárhoz fordulni, hiszen hát Budakeszinek sem nagyon van forrása, és most nekünk ugye az elvonások miatt különösen erre a területre nincs forrásunk, úgyhogy igyekszünk a tanulmánytervet közösen elkészíteni. Ugye az én javaslatom az volt, hogy Budakeszi megbízott egy tervező társulatot azzal, hogy tanulmánytervet készítsen. Mi elmondtuk ezen az egyeztetésen, semmiképpen nem tartjuk azt elképzelhetőnek, hogy a budaörsi szakaszon a kerékpárút a főút mellett haladjon. Veszélyes, fizikailag sem alakítható ki, nem egy attraktív terület, ha valaki kerékpárral megy egy iparterület mellett elmenni. Viszont van lehetőség, hiszen ugye ott van a zöld terület, a katonai temető, békepark, illetve a Würth telephelye mögött. Ugye sokan mondják azt, hogy oké, de az természetvédelmi terület, ez kétségtelen, ott van egy vízfolyás is, aminek a mentén ezt remekül ki lehetne alakítani mindenféle károkozás nélkül, és ugye sokkal mélyebben bent egy hatalmas rendőrségi lőtér van, ami szerintem sokkal inkább ártalmas a környezetre, mint egy kerékpárút, ahol esetleg ilyen pihenő kiülő helyek vannak. Úgyhogy én nagyon remélem, és ebben egyetértettünk polgármester asszonnyal, Budakeszi polgármesterével, hogy akkor itt a közös tanulmányterv egy olyan lehetőséget fog felvázolni, amihez aztán pályázati úton a források megteremthetőek, és a jogi akadályok is leküzdhetőek, hogy előbb-utóbb összeköthetjük a két települést. És hát az egészséges életmódhoz hozzá tartozik, a zöldüléshez is, mint ahogy az a program is, amiről szót ejtett szerkesztő úr. Hát ez egy nagyon hosszú távú elképzelés, és ugye ez összefügg a klímastratégiával is, nagyon szeretnénk azt elérni, hogy 2050-re zéró kibocsátása legyen a településnek. Ugye ebben többféle lehetősége van az önkormányzatnak. Közvetlen lehetősége abban van, hogy a saját intézményei, tehát a saját tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében igyekszik olyan átalakításokat, és ez most már azért régóta látható az épületeinken a napelemek megjelenése. És hát ezzel ismeretterjesztés, tájékoztatás. Ugye az elmúlt időszakban, és azért ez fontos megemlíteni, sokszor fölmerült, hogy milyen a levegője Budaörsnek. És azért én azt szűrtem le, bár nagyon komoly vita van érdekes módon a téma kezdeményező szakértői között is, a vizsgálat technikáját illetően, de az világosan látszik, hogy a legnagyobb problémát, és ez nem csak Budaörsön van így, kis településeken, Pilisben olvastam hasonló problémát, valaki Budapestről kiköltözött, hogy majd jó levegőben fog élni, és a domboldalról lefényképez a településre, és látszik, hogy ül a szmog, aminek az oka semmi más, mint az, hogy helytelen módon fűtenek az ingatlanokban. És ahol családi házas környezet van, és ez Budaörsön is így van, nagyon sok helyen így van, sajnos nem csak a nehezebb körülmények között élőknél, akik hát olyan anyagokat is elégetnek, amiket nem lenne szabad, hanem nem feltétlenül tájékozott mindenki arról, hogy a helyes száraz és milyen fűtőanyag az, amivel ezt a tevékenységet lehet és érdemes folytatni, és akkor nem okozunk sem a környezetünknek, sem saját magunknak ezzel problémát. Szóval különböző tájékoztató fórumok, támogatások, és hát persze itt nyilván hosszú távon az államnak is nagyon komoly szerepe kellene, hogy legyen, és ebben a bizonyos újraépítési stratégiában ezt eléggé
komolyan hiányolják nagyon sokan, hogy nem jelenik meg ez az elem hangsúlyosan, nevezetesen, hogy a különböző nagyobb épületek, társasházak, lakótelepi házaknak az energiahatékony átalakítása nem szerepel benne, pedig ez nagyon fontos lenne. Hát mi igyekszünk, ugye a budaörsi lakótelep az már régen új ruhába öltözött, e tekintetben a hőszigetelések, a fűtéskorszerűsítésekben sokféle programot indítottunk. Hát most a nehezebb, ugye a nagyon komoly elvonások miatt, a nehezebb körülmények között itt visszafogottabbak ezek a támogatások, de reméljük, hogy azért semmi sem tart örökké, vissza lehet egyszerre ehhez is térni, és lehet teljesíteni azokat a paramétereket, amivel aztán nem csak település szinten, hanem országos szinten, és hát globálisan is tehetünk valamit azért, hogy megállítsuk azt a folyamatot, ami láthatóan már szinte visszafordíthatatlan. Ezeknek a polgármester úr által is említett lakótelepi felújításoknak is lehet köze az, hogy épületfelújítás mintavárossá vált Budaörs. Mit akar ez? Hát egyfelől ez egy nagyon jó érzés, hogy szerepel a város ezen a listán, mert ez mindenképpen egy megtiszteltetés. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy ösztönzés számunkra, mint sem, hogy sütkérezzünk ebben a címben, hogy folytassuk azt a munkát, és igyekezzünk minél több olyan forrás, lehetőséget, pályázatot fölkutatni, amivel el tudjuk érni azt, hogy minél inkább sikerüljön ezeket a felújításokat olyan módon megvalósítani, ami hát mondjuk Európában már azért nem ritka. Május végéig lezárul a Budapesttel közös csatornázási program. Hogyan fog lezárulni? Mit lehet előre látni? Ez a program a fővárossal közösen már elég régóta elindult, és most már a szennyvíz az nem a budaörsi hosszúréti patak szakaszba folyik be, még ha tisztítottan is folyt oda be, de hát azért az egy sokkal elmaradottabb technológia volt, és a fővárosi csepeli szennyvíztisztító telep, ahol, hát bár nem sokat mond ez nyilván a kedves nézőknek, harmadik fokozatú szennyvíztisztítás is megvalósulott, az azt jelenti, hogy azokat a terheléseket, amik egyébként az élő vízfolyásokat nagyon súlyosan érintik, azokat is eltávolítják az elfolyó szennyvízből, magyarul olyan szintre tisztítják le, ami persze még nem ivóvíz, de nem terheli, és hogyha a Dunába kerül ez bele, ahol jóval nagyobb a hígítás, mondjuk, mint a hosszúréti patakba befolyt szennyvízünk esetében, ott gyakorlatilag nem változtatja, nem terheli, sőt, hát a vízminőség javulását eredményezi az, ha ilyen módon megtisztított szennyvíz kerül oda. A régi szennyvíztelepünkön egy átemelő valósult meg, és ennek kapcsán a fővárossal együttműködve, és ugye egy nagyon jelentős, több mint 80%-át EU-s forrásból valósítottuk meg ennek a beruházásnak, és ugye miután az elmúlt évtizedben a fővárosban kormánypárti vezetés volt, ezért a fennmaradó részt az állam átvállalta, és hát mi meg egyébként nagyon jól együttműködve a fővárossal, teljesen mindegy, milyen vezetése volt egyébként bármikor is, szerintem ez a normális együttműködés. Valósítottuk meg ezt a beruházást, és ott megmaradtak különböző források, nem volt mindenhol előkészítve az előző időszakban még a szennyvíz hálózat rekonstrukció, így budaörsi szakaszokon jelentős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, számtalan utcában kicseréltük, felújítottuk a hálózatot, mert a pályázat során erre is volt lehetőség, és hát ennek mentén hát sok százmillió forintot természetesen mi is beleforgattunk ebbe a projektben annak érdekében, hogy ezekben az utcákban, ahol a szennyvíz hálózatot is felújítottuk, teljes útkorszerűsítést is megvalósíthassunk. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos téma még itt kell, hogy terítéke legyen. Tudnék, tegnap éjszaka vagy este jelent meg, és polgármestertársak ilyen forró dróton küldözgették az információt, hogy láttátok-e,
a kormányzati egyik oldalon az a lista, hogy mely települések, akik kiestek, mert ugye 25 ezer lélekszám alatti települések és a megyei jogú városok jelentős része komoly kompenzációt kapott a helyi iparűzési adó elvonás miatt. Hát valamilyen érdekes módon az ellenzéki vezetésű települések, mondjuk Gedöllő vagy Budaörs egy fillér kompenzációt nem kap. Nagyon nehéz itt udvariasan fogalmazni, tehát több milliárd forintot elvontak, és pár helyen, ahol tarthatatlan a helyzet, ott egy pici kompenzáció történt, és akkor mi történik? A fideszes országgyűlési képviselő, mint egyfajta győzelem, hogy szerzett a településnek az ellopott pénzből valamennyi töredéket vissza. Szóval tényleg nem tudok máshogy fogalmazni, úgy viselkednek, mint az útonállók. Szóval elveszik a szegény vándornak a értékeit, majd ha jól viselkedik, akkor valamennyit kap, hogy esetleg enni tudjon. Szóval egészen elképesztő ez a jogállami normákat két lábbal tippró eljárás. Nem tudom, hogy meddig lehet ezt tenni. A településeken politikai hovatartozás nélkül élnek az állampolgárok. Itt nem arról van szó, nem lehet egy önkormányzati finanszírozási rendszert ilyen diszkriminatív módon, politikai alapon finanszírozni. Kiszámítható, egyértelmű, átlátható finanszírozásra van szükség. Hát itt pedig ezt minden szempontból felrúgták, ezt a játékszabályt. Javaslom, csak fél percben azért egy jó hírrel búcsúzzunk. Úgy néz ki, hogy lesz Budaörs Fesztivál, Selmeci Ági legalábbis ezt az információt mondta, méghozzá ősszel. Egy összevont. Én óvatos vagyok. Azért a városi rendezvényekre idén, és hát a nyári időszakra egészen biztosan nem terveztünk semmiféle előadást, semmiféle programot. Anyagi okok miatt is, ugye az említett elvonások miatt is, másrészt pedig egyszerűen nem látunk a jövőbe. Én azt látom az elmúlt sajnos szomorú másfél évben, hogy amikor nyitás, könnyítés következik, és különösen a nyári szezon után, akkor ősszel mindig szomorú adatokkal kell szembesülnünk. Úgyhogy én ezt most még nem kommentálnám. Nagyon örülnék, hogyha így lenne, nagyon örülnék, ha Ágnesnek lenne igaza. Megértem, polgármester úr, óvatosságát, de hát egy kulturális programszervezőnek szerveznie kell. Tehát ha lehet előre látni, ha nem, nem lehet egyik napról a másikra. Ez a legborzasztóbb. Tehát ez a járvány kiölte a savát, borsát az életnek. Az, hogy találkozunk a barátunkkal, nem ölelhetjük meg, öklünket ütjük össze, vagy a karunkat. Szóval, hogy olyan nagyon fontos emberi gesztusokat vesz el tőlünk, ugyanakkor a színházba járás, a koncertre járás, a társaságba járás, a kulturális rendezvények hiánya, szóval ez is fájó. Az más kérdés, hogy azért, ha az ember könyvet olvas, megpróbál zenét hallgatni, más forrásokból hozzájutni kulturális javakhoz, van erre lehetőség, de azért mégis ez is olyan, hogy az élményeket közösséggel jól megosztani. Mindig azt szoktam mondani, nem is tudom kitől származik egy idézet, hogy az örömét az ember általában szereti megosztani, bánkódni szoktunk magányunkba, azt nem teregetjük annyira ki. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy közösen tudjunk örülni annak az együttlétnek, hogy egy csomó olyan dolgot, ami régen természetes volt, újra megtehetünk.